Jó. Innen elköszönünk már, mert a Kájtánál nem csinálunk. Jó. Ugyanazt írja ki, gyenge a hálózati kapcsolat. Nem baj, akkor később fog megjelenni. Jó. Na, jó. Na akkor menjél. Na, megy be? Igen. Na, sebizási, sziasztok! Vélemény nyilvánítási akcióm Dunarasztinról a OTT bankjelöl, Erste és következik a harmadik a KNH-ban. Ugye a vélemény nyilvánításnak a címe az, a lángot vinni kell, a parazsat megtartani. Ez alatt azt értem, hogy a választások előtt, ugye Csányi Sándor azt mondta, hogy neki az lenne jó, ha ez az eredeti, ez a kormány maradna továbbra is, mert akkor nem rendülne meg a bankszektor, nyugodtan tudnának megint tovább fosztogatni, úgy, ahogy eddig csináltak ezt a bankok. Ugye azt biztos olvastátok, hogy több 10 milliárd forint extra profitra tettek szert a bankok ez az akcióikkal, amiket folytatnak az országban. Persze, hogy az a elvárás, hogy maradjon ez a hatalom, hiszen a bankárok fogják a kormányt, és ők irányítanak mindent, és ez így marha jó, mert együtt tudnak továbbra is tönkretenni mindent. Amit követelek, ezt összekészítettem már útközben, a végrehajtásokat le kell állítani, ebből kettőt is tettem, hogy nyomatékosabb legyen, és ugye hát ez a bank lopcsal hazudik, vigyázzon értékeire, ne fizessen. Ugye ez alatt azt értem, annak idején, mikor megkötötték az adósok a szerződést, akkor csábító volt az ajánlat, hiszen a bankok akkor azt mondták, hogy egy drágább forint kölcsön helyett adnak egy olcsóbb devizában nyilvántartott másik kölcsön. Ugye és a bíróságon, mikor volt a tárgyalások, akkor megkérdezte az ügyvéd valamelyikünktől, hogy mi volt a véleményünk a bankokról, hogy miért mentünk oda hitelér, illetve kölcsénél. Hát azért, mert ugye a 1980-as években, volt ezek az OTP kölcsönök 3%-ra adták, és hát akkor az embernek nem voltak rossz véleménye a bankokról, illetve a bankról, mert amit takarékszövetkezet volt, azt hiszem meg az OTP, és hát bátran próbálkoztak az emberek kölcsönért menni, hiszen a magyar fizetések úgy vannak kitalálva, hogyha valamit nagyobbat akarsz lépni az életbe, ebből az itteni balkáni fizetésekből nem futja semmire, épp hogy elvegetál az ember, de hát akkor mindenki arra gondolt, hogy házat akar fölújítani, vagy akar egy autót venni, vagy valami ilyen nagyobb beruházást akar eszközölni, akkor bízott a bankokba, mivel előtte ez volt a véleményük róla, hogy nem fogják átverni őket, hiszen azért nem mentek az uzsorásokon. És ugye bátran mentek mindenhova, minden bankba, hiszen a regnáló hatalom is azt mondta akkor, hogy bátran vigyétek, mert ez csak jobb lehet, sőt nem sokára belépünk az Unióba, akkor már Euróba fogunk elszámolni. Tehát ezen csak nyernek az adósok, hiszen azért legyünk őszintén, a 90-95% azért nem úgy ment oda a bankba, hogy könnyelműen, meg nem addig utazkodott, ameddig a takaró. De szerintem mindenki kiszámolta ezt, hogy meddig tud elmenni, hiszen akkor azt mondták, 10-15%-on belül nem fog elmozdulni a svájci frank. Hát akkor mindenki úgy számolt, hogy mit tudom, hogy 70 ezer forint volt a havi törlesztő, hát még rátesz, még 10 ezer, akkor így fog menni. Igen ám, de ugye akkor azt mondtad, a bank adott neked egy olyan üzletet, hogy te egy olcsóbb hitelt kap, vagy kölcsön kaptál, mint egy forint hitel, ezt írtad alá, semmi mást, arról már nem volt szó, hogy itt be fognak csapni, tisztességtelenül eljárnak ellened, sőt, háromszor, négyszeresét kérik majd vissza a fölvett kölcsönnek. Hát ez gyerekek, ez már nem is uzsora kamat, ez már kifosztás, ez már egzisztencia, életek tönkretétele, és ez is volt a cél, hogy annak idején, ez úgy találták ezt ki, hogy ezt utána soha nem tud visszafizetni, hiszen láthatjátok most az úgynevezett Matolcsi forintosítás után háromszor, négyszer annyi kellene visszafizetni, ami természetesen nem tudsz, hiszen a havi törlesztőd a 70 ezer vagy 80 ezer, főleg mert nekünk például az utolsó 275 ezer forintra, tehát annyi árbevételnek vagy annyi pénzünk nem is jött be. Így hát ugye abba hagytuk, de hozzáteszem, hogy mi kezdtünk levelezni a bankkal, és ezt nagyon jól szépen le is írtuk, és beadtuk most a bíróságra, mert az ügyvéd ezekről nem tudott, én nem tudom, a bank nem adott neki ezekből az írományokból semmit. Tehát mi akkor is meg akartunk egyezni a bankkal, mi tisztességesen meg akartunk egyezni, ő nem akart, és amikor bementünk a fiókokba, a
most a mi fiókunkról beszélek, mert KNH bankosok volt, bankba volt nekünk kapcsolatunk. Tehát több fiókba bementünk, ebből általában rendőrségi eljárás lett, ugye garázdaságszabásértés, meg mit tudom én micsoda, holott csak egyezkedni akartunk a bankkal, nem volt hajlandó, tehát mi meg akartunk velük egyezni, ők nem akarnak, most se akarnak megegyezni, mert ugye, ha elveszik az ingatlanokat, mondjuk egy 20-30 milliós forint értékű ingatlant eladnak nyomottáron 5 vagy 6 millió forintért, tehát már spekulálnak megint ezen az egész dolgon, és az is a cél, hogy minél több bebukott hitelt magukhoz vegyenek, összevásárolják, és majd azután államosítják, majd azután meg spekulációs dolgokra fogják használni, megint ebből valakik marha nagy lóvékat húznak le. És én azért mondtam, hogy a lángot tartani és a parazsat tartani, mert azt már mindig elmondtuk nektek, hogy a út ki van taposva, az út meg van mutatva. Ez a parázs, amit a sárgapólósok tartanak, ugye, mivel nem mozdul a devizás réteg, ahányan vagyunk ez a kis csapat, ez ízítja ezt a parazsat, hogy mikor fog egyszer majd jobban ez a tűz föléledni. De hát én azt mondom, hogy addig is, amíg nem álltok föl, én megyek tovább az utamon, mert mindig van egy jó közmondás. A jó úton inkább megyek egyedül, mint a rossz a úton sok birkával. Tehát ez mindig legyen a szemetek előtt, és azt mondom nektek, egyedül vegye mindenki kézbe a dolgát, az ügyét is, kezdjen tiltakozni, kezdjen fölállni, hiszen ha perre mentek, mondtam az előbb már ugye a Nyár utcában, nem sokat értek el ezekkel a tárgyalásokkal, mert fölülről jövő nyomás már úgy ítél, hogy elkaszálják a dolgokat, és természetesen neked kell mindent bizonyítani, hogy a bank szemét volt, tisztességes volt, tisztességtelen volt, bocsánat, és hogy becsapott, meg galád volt, meg tönkretett. Ugye a bankoknak egyszer még nem mondták azt, hogy te tisztességtelen voltál, te loptál, te csaltál, te hazudtál, hanem még meg is támogatták őket. Hát itt tartunk, és ezt nem szabad hagyni, és én azt mondom, ezért harcolok, és egyszer az igazság pillanata el fog jönni, győzni fogunk, csak ehhez te is kell lesz. És most átmegyünk még a másik kifosztó bankhoz, elnézést, megölt fázlat, azért köhögök egy kicsit. De ugye ez a másik, ez is egy nagy kifosztó, az ERSZ, de hiszen a portfólióban ezt mindig elmondom itt, ő adta el a legtöbb követelést a bedőlt hitet követeléskezelőnek, és nagy csoportokként, csomagokba adják el a követeléseket, amit majd utána megint valahol valamelyik maszek zsebbe fog landolni a eladott ingatlanoknak a ára vagy értéke, és új kifosztások fognak történni, de a másik, hogyha nem figyeltek, ugye ezt még hozzáteszem, mert most már nem devizában nyilvántartott forintkölcsön van, hanem az úgynevezett csok, aminek csak az a neve, hogy csok. Család, tudjátok, hogy mit jelent, ez forintban van nyilvántartva, forintban is adták, forintban is kell törleszteni, ugyanúgy, csak éppen arról feledkeztek el beszélni, hogy ez a mostani kedvező kamat, ez ugyanúgy föl fog szaladni, sok, tehát kétszámjegyű lesz a kamat már, és megint nem fogjátok tudni fizetni, 5-6 év múlva ugyanabban a szarban lesztek benne, mint most a devizás réteg, de hát ezt mindig akkor elmondjuk, hogy ezt a Galcsikéva is elmondta, hogy ugyanaz a szitú, csak most más a neve. De hát, ha most így jártok, akkor így jártok, én azt mondom, tennik te ellene. Hajrá! Na még akkor elmegyünk a KNH bankba, azt is. Igen, akkor most nem kapcsolom ki a közvetítést, de elmegyünk a kifosztó bankunkhoz. Ugye most beadtunk, a bíró kért még egy kis hiányt még. Most beadtunk egy 50 oldalas irathalmaszt még, hogy igenis abban benne van, hogy mi akartunk a bankkal egyezkedni. Rengeteg irományunk van benne. A tisztességtelenségről, a becsapásról, a mindenféle dolgokról, és hát remélem a bíró az elolvassa ezeket a dolgokat, és akkor ad ebből az ügyvédnek is, mert az nem lehet, hogy ők mindig csak a paragrafusokra és a szabályokra hivatkoznak, hogy ők mindenben nagyon jól eljártak, nagyon szabályosan, de hogy is? Nem ezt írtad alá. Nézzétek meg a szerződéseteket, nem ezt írtátok alá, sőt, egyes dolgokról csak ilyen apró betűs, egy-két mondat van benne, ugye, és azt még nem is mondtam nektek, mert kérdezte az ügyvéd, hát én nem olvastuk ott el a bankba, dehogy nem elolvastuk, csak az volt a helyzet,
hogy nem is, hogy sorba álltak, sorba ültek az emberek, mert ott volt a közjegyző, és azt mondta, gyerekek, siessünk, mert csak 2 percünk van, mert már ott ül a tömeg hátul. Tehát, és én ezt mondtam a bírónak is, amikor az ember elmegy egy kórházba egy műtétre, és amikor kijön, aláírja a zárójelentést, a fele latinul van írva, azt se érted, és mégis aláírja. El kellett volna ezt magyarázni a bankba az embereknek, és ezt akkor kellett volna ott tesztelni, hogy egyáltalán az emberek megértik ezt a az egész dolgot, ugye, mert ezt is mindig elmondom, annak idején Róna Péter világhírű közgazdász elmondta egyszer, hogy ezt Amerikában úgy csinálták, hogy 100 embert behívtak, elolvastatták velük ezeket a szerződéseket, és a 25 értette csak meg, akkor visszadobták, és újra kezdték el átírni az egészet, hogy amikor már bejön a 100 ember, abból már 90 megértette, akkor azt mondták, hogy mehet ki a fogyasztásba. De nálunk erről szó sem volt, és ugye a másik példázatom meg az, hogy az emberek nem pénzügyi szakemberek, nem jogi szakemberek, tehát ha a bank tisztességesen akart volna eljárni, akkor fölhívta volna mindenhol az apróbetűs részekre, hogy ez mit fog tartalmazni, mi a végrehajtási törvény, mit tartalmaz, ugye, az csak egy félmondat erejéig van, az végrehajtási törvény, ez kb. 80-valány oldalas íromány, abban benne van, hogy ha nem fizetsz, akkor elveszik ráteszi a bank a kezét a ingóságaidra, ingatlanodra, számládra, fizetésedre, ha van örökséged, a földedre, vagyonodra, mindenre, ugye ezt elhallgatták, ezt akkor nem mondták, ez utólag derült ki, persze a mai eszünkkel, mert most már, hogy 6 éve csináljuk ezt a dolgot, már sok mindent megtanultunk, megtapasztaltunk, hát most már még egyszer nem csinálnék ilyen nagy hibát, ugye, de hát én akkor is tisztességesen gondoltam ezt az egészet, de úgy látszik, hogy visszaért a uzsorás hatalom ezzel a dologgal, és nem csak én jártam itt, hanem körülbelül 1,5 millió deviza hitel van nyilvántartásban, amiből most jelen pillanatban 900 ezer banki végrehajtás van folyamatban, és ugye, hogy ne egyszerre csinálják ezt az egészet, mert akkor leesiknek az ingatlanoknak az ára, hanem és szép lassanként elosztogatják. Ez olyan, mint amikor van egy szénakazal, innen kihúzol egy kis szálat, onnan kihúzol, mégis a szalmakazal egyben van, nem látod. És ezért a nép nem is veszi észre, hogy ha már most kilakoltattak megint 50 családot, most egyit, annyit, és azért is nyugodtabbak az emberek, mert nem látják ezt a nagy sietséget, hanem szépen így elmondják ezt a tüzet, de közben mennek pult alatt az ilyen dolgok, és akiknek nem tesznek magukért semmit, azokat szépen bedarálják, és előbb-utóbb azt veszik észre, hogy kint vannak az utcák. Én ezt nem hagyom, és én megteszem a maximális dolgot, amit tőlem telhet. Mert én úgy gondolom, hogy én becsületesen akartam eljárni. Általában az életünket is így szoktam a feleségemmel élni, mindig, ami kölcsönkértünk, mindig visszafizettük, visszaadtuk. Tehát így lettünk szocializálva. Ez a rendszerváltás óta, vagy amióta bevezették ezt a dolgot, azóta a becsületnek és a szónak, a szavahihetőségnek már semmi jelentősége nincs. Úgy néz ki, az erősebb kutya baszik, és azt csinálnak, amit akarnak. Nem számít, hogy a törvény ezt írja elő, vagy azt írja, vagy ez a szabály, vagy az nem. Fölülírják, szétrúgják, szétverik, így van, úgy van, minden. Tehát ez már kimondottan egy önkény uralom felé megy, és én azt mondom, ezt az országot nem irányítani, hanem vezetni kell. Ennyit tudok mondani, gyerekek. Sziasztok, és én innen be is fejeztem a dolgomat. Marika, de éppen ezért, hogy ne ez legyen, ezért kell mindenkinek felfognia, hogy csak akkor lesz változás, hogyha tesztek magatokért, ha felálltok, ha elmertek menni végre a bankok, politikusok, képviselők házai elé véleményt nyilvánítani, mert látjuk jól, hogy egyéb más módon nem lesz változás, mert mindenki érdekelt ebben. A politikusok a legfőképpen, mert ők a bankárok érdekeit tartják szem előtt, mert ugye tudjuk jól, hogy az Orbán kormánynak se volt pénze, és 2010-től bizony erősen a bankok támogatását vették igénybe, és éppen ezért nekik teljesen fejet kell hajtani a bankárok előtt. Hát a bankárok pénzelik őket, ezért kell láthatók
hogy másképp nem lesz megoldás csak akkor, hogyha mindenhol politikusok, bankárok, képviselők, házai előtt fogtok véleményt nyilvánítani. Úgyhogy tényleg ezt kell tenni, nincs megoldás. Mi látjuk jól, hogy ez veri ki a biztosítékot. Lehet látni, például már ugye tegnap kitelefonáltak, hogy a két hete megszűnt távoltartás újból indítani akarja kövérnét, és látszik, hogy ez nagyon fáj nekik, nem tetszik nekik, mert ott nekik szembesülni kell ezzel, hogy még mindig nincs megoldva a probléma. Úgyhogy látjátok, most ki vagyunk írtva a Rezsiszilárdtól, lassan ki leszünk Bónától, folynak a kihallgatások, a tárgyalások Csányitól, ugye Laci már másfél éve lassan ki van tiltva a Laura utcából, úgyhogy Budapestről is. Budapestről, igen. Ja, és Budapestről, nem csak a Laura utcából, úgyhogy ezt kell látnotok, ezzel kell tennetek, hogy felálltok és véleményt nyilvánítotok. Ez a legerősebb fegyverünk most. Fel a fejjel, mindenki induljon el. Hajrá! Hajrá, és akkor innen köszönünk, gyerekek, Dunarasziról. Sziasztok, jó hétvégét, és ne felejtsétek cselekedni, tenni, cselekedni. Hajrá!